A mai nap folyamán érkezett egy csomagunk. Nem tudom, kitaláljátok-e honnan. Bizony Gergőjék küldtek nekünk tutti gyúzos termékeket, méghozzá, amit itt láttok mögöttem, itt. Pontosan itt, a vadonatúj termékről. Mi már erről olyan régóta tudunk, hiszen ilyen benfentes lurkók vagyunk, és kóstolni még nem kóstoltuk, úgyhogy most ezt a videót kifejezetten Gergőjéknek csinálom meg. Élőben, vagy élőben utólag, de reagáljunk így real time, hogy milyen ízű lett a vadonatúj tutti juice, aminek amúgy tutti juice tea a neve. Szerintem jobban hangzott volna az, hogy tutti tea, de hát... Hát na mindegy, ez van, hát nem kell rám hallgatni, na mindegy. Ugorjunk is a kóstolásra. Van egy hatalmas nagy dobozunk. Hát nem könnyű. A macskák is néznek, hogy mit csinálok. Tajt, nézd, lesz új dobozod. Jaj, de örülsz neki. Nézd a fejével. Na, és nézzük, mi ez a kis dobozocska, vagy zacskócska itt. Oh my god, vadonatúj tutti juice-es maszkok. Amúgy maszkból úgyis most hiány szenvedünk, úgyhogy kifejezetten jó, hogyha jön, és wowcsi, majcsi, ebben van egy ilyen kis feszület. Jó keresztényekhez híván egy kis feszület, nem egy ilyen kis fém, ami így orrhoz igazítható, és na. Hű, hát ez sokkal kényelmesebb, mint az előzőek voltak. Kettőt kaptunk, és wow! Na jó, ezt leveszem most. Ez jó ez az anyag. Nice, very nice, my friend. Kaptunk matricákat, a régi és az új. Amúgy tök vicces, mert Gergőnek a kedvenc színe ugye a kék, az én kedvenc színem pedig a narancssárga, úgyhogy ez igazából Gergő és én. Ú, de romcsi. Pedig Kingáig csinálták. Még van ebben valami. Ja, kis karpasz. Vagy mi ez? Nem is karpasz, hanem ilyen kis karkötő. Macskák! Légy szíves, ne itt! Hát éppen kóstolás lesz itt, az Isten verje meg benneteket! Bezárnád az ajtót, vagy valamit csinálnál macskákkal, mert... Tudod mit, inkább gyere ide! Első körben ami feltűnik, hogy a doboza az ilyen matt. Tehát nem olyan fényes, mint a tutti juice-nak, hanem matt. Nem tudom, hogy ez jelente valamit, és a nyitó fülecske is. Narancssárga. Cottyos, neked nagyon tetszik, te is megnézed az újfajta tutti? Fajtás! Ide nézz! Mi van itt neked? Ide nézz! Neki nem kell. Neki nem kell. Ő megelégszik a régivel. Hagy sziszentsük meg, ugye ez nem szénsavas, de sziszen elvileg. Illatra tényleg olyan tutti frutti is amúgy. Oké, ennyi jó. Színre átsüt rajta a napfény. Hát színre igazából olyan, mint a benzin. Akarom mondani, mint egy tea. Illatra tutti frutti is. Na de a kóstolás. Na most dől el minden, Gergő. Most. Ez finom. Ez nagyon jó lesik. Tényleg ilyen... Hú, talán Gyula mondta azt, hogy ilyen mézes, mézédes, de tényleg ilyen... Ilyen, amikor megissza az ember, legalábbis én úgy veszem észre, hogy amikor bekerül a zámba az amat, akkor nem érzem, de amikor lemegy, akkor ilyen mézes, édes. Nem annyira erősen édes, de mégis érezni lehet rajta azt az édeskés. Pontosan azt cukli. Úgy ez nagyon finom. Megkóstolod? Majd igen, most. De nem, hát az emberek kíváncsiak rá, hogy milyen lehet. Gergőjék is, na, egy koreszt. Hajat kell most nem fogok oda menni. Egy koreszkát. Nem, majd a saját. Egy lögybölőt. Na, ez orvosság. Amúgy kifejezetten tetszik, hogy ez most nem szénsavas. Ugye a tutti juice-ból is kevesebb a szénsav, mint egy átlagos, mit tudom én, energiaitalba vagy egy kólába. De akkor is előfordult, hogy toltam a streamet és össze-vissza büfögtem magamat utána. Ez viszont nagyon kellemes. Egy nyári napot így el tudnék képzelni, mindjárt berakok magamnak egy olyan hátteret, várjál. Így el tudnám képzelni, hogy ülünk, fekszünk a parton, sütkérezünk, és közben... Isszuk ezt a tutti juice. Ehhez még így nagyon, nagyon passzolna egy kis jég. De tényleg. Pedig azt mondták Gergőjék, hogy ezt lehet melegen is inni. Én gondolom nem felforralva, de... Ez nagyon fincsike. Nagyon fincs is. Élvezem a kilátást, nézzétek meg, ott a jaktom, ott van. Nagyon finom, az utóíze kifejezetten tetszik. Na,
Viszont ennyit akartam ebbe a videóba elmondani. Ez tényleg csak egy ilyen nagyon rövidke kis kóstolás volt. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett nektek ez a mini kis kóstolásos videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és lessétek meg a leírást, ugyanis ott érhető el a Tutti Juice-nak az oldala, továbbá a képregényemet is ott tudjátok beszerezni magatoknak. Kösz, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!